Matrix egy rendszer. Ez a rendszer az ellenségünk. De mikor benne vagy és körbenézel, üzletembereket látsz, tanárokat, ügyvédeket, ácsokat. Azokat, akiknek meg akarjuk menteni a tudatát. De amíg a Matrixban élnek, részei a rendszernek, és ettől az ellenségei. Meg kell értened, a legtöbb közülük nem érett meg a valóságra. És sokuk úgy megszokta, oly gyógyíthatatlanul függ a rendszertől, hogy foggal, körömmel védeni fogja. Figyeltél rám? Vagy azt a piros ruhás nőt nézted? Hát én... Figyelj! Ne higgyétek, hogy békét hozni jöttem a földre. Én nem békét hozok, hanem a kardot. Azért jöttem, hogy viszályt szítsak apa és fia között, anya és lánya között. Az ember ellenségei a saját családtagjai lesznek. Mondhatjátok, mindenünket odahagytuk, hogy követhessünk téged. Bizony mondom néktek, mindenki, aki elhagyta otthonát, az apját, anyját, asszonyát, gyermekét, jószágát, Isten országáért, annak százszoros jutalma lészen a földön, és elnyeri Isten országát. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki meg elveszíti, értem az életét és az örömhírért, amit hozok, az megmenti azt. Mert az elsőkből lesznek az utolsók. És az utolsókból az elsők. Ezért ne gyűjtsetek kincseket a földön, mert azt a rozsda megeszi, molyrágja szét vagy tolvaj lopja el. Gyűjtsetek kincseket a mennyben, mert ahol a kincsetek van, ott van a szívetek is.